Apostolok cselekedetei második részéből az első négy igeverset tudom olvasni. Apostolok cselekedetei második részéből az első négy igeverset. Isten igényét olvassuk az Apostolok cselekedetei második fejezet első versétől. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Foglaljuk helyet. Pünkösdöt megelőző 10 nappal az Úr Jézus Krisztus odarendelte az ő tanítványait, azt mondja az ige, hogy a 11-et odarendelte egy helyre, ahol mondott nekik valamit. Ahol úgy szoktuk ezt mondani, hogy elbúcsúzott tőlük, pedig nem is búcsúzott el tőlük, hanem sőt, akkor ígérte meg, hogy veletek leszek minden napon a világ végezetéig. És azt mondta nekik, hogy menjetek el széles a világra, és tanítsatok, kereszteljetek, tanítsatok, és veletek leszek. És azt mondta nekik, hogy várjátok meg Jeruzsálembe, azt, amikor eljön a Szentlélek. És azt látjuk az igében, hogy a tanítványok várták ezt az időpontot. Nem várták. Azt mondja az ige, nézzük meg akkor még egyszer. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, akkor miért voltak együtt? Várták. Akkor nem lettek volna együtt, elmentek volna szerte széllyel, de együtt voltak. És vártak valamit. Vártak valamire, vártak valamit. Mert a Jóisten megígérte nekik, az Úr Jézus Krisztus megígérte nekik. És pontosan akkor az időpontban jött a Szentlélek. Vagy később. Azt olvassuk az igében, hogy hát észre is lehetett venni, meg nem is. Azt mondja az ige, hogy hát azt nem lehetett nem észrevenni. Amikor a Szentlélek pünköstkor tanítványok együtt voltak és vártak, akkor azt észrevették. Mert mikor kitöltetett, és mindnyájukra jutott belőle. Nem úgy volt, hogy mostan Péternek, meg Andrásnak jutott, aztán a többieknek már kevésbé, mindenkinek. Kitöltetett a Szentlélek, és ennek hatása volt. Ez csak egy történet volt akkor, de ez előrevetíti, hogy mi fog történni ezután. És minden ember, aki Jóistenhez járul, az utolsó időkre, azt mondja Isten igéje, hogy kitöltök az én lelkemből minden testre. És az ti fiaitok és lányaitok profétálni fognak, és álmokat látnak majd, és én velük beszélek, és én irányítom őket, és én megmutatom nekik az utat, és én meg fogják látni, hogy én szent vagyok, és ők is meg fogják szentelni magukat az ő szívükben. És ez folyik mind a mai napig. És nem csak Jeruzsálemben, és nem csak Európában, hanem a világ minden részén. Azóta, ma a keresztény világ nagy része emlékünnepet ül. Ennek a pünkösdi emlékünnepet ül. Amikor kitöltette Isten az ő lelkét. És megvalósította azt, hogy nem hagylak árvákul benneteket, hanem számíthattok az én jelenlétemre. Mi számítunk az Úr Jézus Krisztus jelenlétére ma, itt és holnap, ott, ahol leszünk. Ezen a délután is kívánom azt, hogy mindannyian megtapasztaljuk azt, hogy ő hogyan töltötte ki az ő lelkét, és hogyan működik a mi életünkben, mert a Jóisten egy élő Isten, aki mindig változik, aki mindig változást hoz az ember életébe, mindig változást idéz elő, ha ő örök, egy igaz Isten, nincsen árnyékosan változásnak nála, de bennünket külön utakon jár, különböző helyzetekbe vezet. De megmutatja, hogy ott ő az Úr. Kívánom azt, hogy ezen a délutános is megtapasztaljuk, lesznek szolgálatok a közösségbe, énekek, költemények, bizonyságtételek,
igeolvasás, igehirdetés, imádkozás, különböző szolgálatok, valamit akar a Jóisten üzenni nekünk, egyen-egyenként, senkit nem akar kihagyni. Amikor együtt voltak, akkor nem hagyott ki senkit az Isten. Kitöltötte az ő lelkét. Kinek-kinek mire van szüksége. Imádkozunk azért, hogy az Úr azt adja is kívülni. Énekeljünk egy éneket, vagy az énekkal, vagy közösének be, azt követően pedig a Száldovádiak csoportja fog szolgálni. Kívánjuk az Úrnak gazdag áldását, békét, szeretetét, és ezen a napon az Úrnak, az ő szent lelkének kiáradását minden testre, minden lélekre. Készültünk egy énekkel, és ez egy való más, amit kívánom, hogy mindannyiunk szívében legyen ezen a napon, ezen az alkalommal, az éneknek a szavai valósuljanak meg, a mindannyiunk életében. And
az első szeretet. Áldott Szentlélek, te első szeretet, áthatja a földet, dicső nagy szentséged. Apostolos serege tégedet hirdetett, örök vígasságunk, te első szeretet. Bejárták ők egykor bércet, hegyet, völgyet, hirdették mindenütt, hogy Isten a szeretet, és megtértek te hozzád a bűnös emberek. Örök eszmény, te első szeretet. Hitvőseink mélyre áztatta el földet, feláldozva érted egész életüket. Kereszt, fegyver, mágia tüzön halva, ó első szeretet, téged magasztalva. Volt értéke nagy szeretetnek. Mondjátok emberek, most mi van veletek? Miért van bezárva? Miért hideg szívetek? Miért űzitek el az első szereteket? Előre testvérek, e nemes munkára, kezünkbe ígével, Krisztust prédikálva, kiáltjuk hangosan, üljetek emberek, vegyétek pénz nélkül az első szeretetet. Fájó sóhajtásunk, áthatják az eget, hol vagy elrejtőzve, ó első szeretet? Jöjj el, most is arra kérünk, mi közénk, töltsd be a szívünket, maradj nálunk mindig. Gyertek testvéreim, ne nézzük ezt tétlen, menjünk jeget vágni a befagyott szívekbe, legyen a jégvágunk az első szeretet. Erre a munkára hívott az Úr minket. Keresünk téged az emberek között, de ma a szívekbe Sátán költözött. Az ember a bűnnek rabságába esett. Nem kell lesz már sehol, ó első szeretet. A mi kis csapatunk fáradozik azért, térj vissza a földre, jöjj le közénk ismét. Csak még egyszer jöjj le, esdve kérünk téged, szánd meg ezt a népet, amely elhagyott téged. Könyörgünk Istenünk e bűnös világért, irgalmazd meg minket a te szent fiadért. Áld meg égi atyám a hívők táborát, hogy szeretetben végezzük a szent munkát. Amen. 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 Jöjj a szentek szentjébe, jöjj a ő jelenlétébe, a vágy Jézus fényben, imád és szent a trónján. Sokan elmondják azért, hogy mások épüljenek belőle,
talán felbátorodnak arra, hogy ők is tegyenek egy jót, és tényleg megfogadják el az Úr Jézus Krisztust. Sokan hallottunk már ilyen bizonyságtevést. Nem tudom, hogy kik azok, akik már hallották a saját bizonyságtevésüket, a saját megtérésüket másoknak az elmondásából, hogy mások mondták el. Hát én jártam így, hogy az én megtérésemet mások mondták el, és én ebből megerősödtem. Nem most történt ez, és ebből az is ki fog tűnni, hogy a Szentlélek hogyan munkálkodik, az, amit nem látunk, de beszélünk róla, hogy mégis hogyan itt a mai napon is hogyan munkálkodik. Van 2-3, talán 4 éve is annak, hogy egy kicsit úgy megkeseredtem, elfáradtam, nem volt kedvem semmihez. Aztán a feleségének, ha gyengéje, akkor Isten bocsássa meg neki, szokott ilyen keresztény filmeket letölteni, prédikációkat, adja oda másoknak, akik ismerik, tudják, hogy milyen ő. És egyszer letöltött az internetről egy ilyen önéletrajzot, nevezetesen Bándi Sándornak az önéletrajzát. Gyere, nézzük ezt meg egy este. Hát nézzük. És aztán azt látom, hogy arról van szó benne, hogy itt ebben a gyülekezetben, de kezdjem az elején. Beszélt a Bándi testvér arról, hogy gyerekkoráról, hogyan tért meg minden, ami hozzátartozik valakinek az életrajzához, és akkor eljut egy állomáshoz, egy ponton a Margitai gyülekezethez. Mondjon egy élményt, kérdezik a többiek, hogy egy élményt arról számára, hogy milyen volt a Margitai gyülekezetben szolgálni 9 évig, miután eszébe a Margitai gyülekezettől. Hát történetesen arról számolt be, hogy egy alkalommal, amikor evangelizációs alkalommal és készül prédikációval, de nem kapott igényt Istentől, mert Isten lelke valahogy nem tudta, miről prédikáljon, azt mondta, hogy most teljes mértékben Isten lelkének a vezetésére szabadkozik. Hát azért érdekes ez a momentum, ez az alkalom, ez az este, mert azon az estén volt az, hogy én és a feleségem részt vettünk ezen az alkalommal. Én nem tudtam, hogy most a rend nem ugyanaz, mint máskor. Első alkalommal voltunk itt a gyülekezetben, hogy Isten lelke hogy munkálkodik, hogy nem, de a felesége mindenki jött és itt kiállt, és azt mondotta, hogy ő meg akar térni, el akarja fogadni az Úr Jézust. Én ennek ellene voltam, nem igazán. Mindegy. Így volt, szép volt, jó volt. Úgyhogy ezt végig hallgattam újra, hogy látta Bándi testvér a mi megtérésünket. Hú, hát így emlékszik erre az alkalomra, és pontosan ezt az alkalmat kellett kiemelje az egészből, pontosan a mi megtérésünket. Ha erről így emlékszik, akkor nyilvánvaló, hogy a mennyországba is tudnak erről. Akkor mit esek én kétségbe, hogy most ilyen vagyok, vagy olyan vagyok. Ez megtérés volt, meg vagyok térve, az elfogadott engem. És ez így felbuzdított, egy új lendületet adott az életembe, és azóta is megvan, CD-n, ha valaki kéri, odaadhatjuk, hát megerősödik más is ebből. Hát igen, így munkálkodik Isten lelke. Elmondtam egyszer Bandi testvérnek, Zoli jobban tudja ezt a dolgot, ahogy megyünk Ábrámból ki Dizsérfele, hogy mikor felvész a dombon és lemész ott a völgybe, kezdesz lemenni, ott mikor öntötték a betont, azt hiszem szekér vagy valaki, ott belehajtott és nagyon mély kerétnyomban ott, ugye benne van Sanyi Zoli, benne van ott, és ott hagyta a nyomát, azt nem lehet onnan eltüntetni. És mindig, mikor ott elmentem, hogy nyomot hagyunk ott, ahol járunk. Hát elmondtam egyszer Bandi testvérnek, hogy ő valahogy itt a Margitai gyülekezetben egy ilyen erős nyomot hagyott, mert akárhol én jár, beszélünk, mikor ki volt a lelkipásztor, akkor Bandi testvére mindig emlékezett. Mindig, tehát az az érzés, hogy egy ilyen erős keréknyomot hagyott itt van a nyoma. Nem is neki van a nyoma itten, hanem Isten lelke hagyta ezt a nyomot. És én úgy gondolom, hogy Isten lelkéről beszélünk, igét hirdetünk, igéket mondunk. Én úgy gondolom, hogy Isten igéje mai napon mindenkinek a szívébe fog hagyni egy nyomot, sőt, hagyjon is. És az fog itt történni, hogy én akkor, amikor eljöttem a gyülekezetbe, megtérésről beszéltek, és én azt mondtam, hogy én nem azért jöttem ide, hogy megtérjek. És végül megtértem. Lehet itt sokan azt mondják, nem azért jöttünk ide, hogy megtérjünk, mert lehet, hogy azért jöttünk, hogy lássam a fiamnak a bemerítkezését, vagy a testvéremnek a bemerítkezését, vagy a rokonnak a bemerítését. Ez jó dolog, de hidd el, hogy Isten lelke neked ott valami nyomot fog hagyni a szívedbe, és ez nem fog neked nyugtot hagyni.
ellene is mondhatsz, hogy én rajtam bizony nem fog meglátszani Isten igéje, Isten lelke nem fog munkálkodni. Igen, igen, ellene lehet állni, de jaj neked, ha ezt teszed. Ezért én azt kérem mindenkitől, hogyha érzi, hogy Isten lelke ezen a napon is, akit dicsőítünk és magasztunk, hogy valamit motoszálod benned, valamit sugarod neked, bármi legyen is az, akkor engedjél neki. Engedjél neki, ő nem fog erőszakoskodni, de Isten lelkének engedni nagyon jó dolog. Úgyhogy így meghallgatva a saját megtérésemet, Bándi testvéren keresztül engem megerősített. És javaslom azt, hogy mondjuk el megtérésünket, bátorítsuk egymást, ne azt mondjuk, hogy nem történik semmi, de bizony történik. Történik, a mai napon is történnek megtérések, a mai napon is Isten igéje olyan hatalmas és erő van benne, és meg tudja változtatni az embereknek az életét, a gondolkodását, megtérésre tud indítani, arra indít, hogy lásd, hogy bűnös vagy, elfogadom Jézus Krisztusnak az áldozatát, és akkor lehet boldog jövő, örök életem. Az Úré legyen a dicsőségem. Amen. Remélem, Csipri testvérem, ha lesz meg a őt is fiatalnak. Gratulálom.
négy fiatalt láthattunk bizonságot tenni arról, hogy szeretjük Krisztust, átadták az életüket neki, és kívánom, hogy ez hogy a tartson az ő igéje mellett, hogy az ő igéje lakjon bennetek gazdagon, ezáltal legyőzhessétek a gonoszt. De különösen két személyt szeretnék köszönteni, két fiút, akivel együtt jöhettem fel, mondhatom így, Tomit és Pált, akikért nagyon hálás vagyok, és nagyon köszönöm Istennek, hogy láthattam őket itt fehér ruhában, láthattam őket bemerítkezni, hallottam bizonyságtevésüket, és hálás vagyok azért, hogy eljézett az ő életükben. És néhány szóban szeretném őket bátorítani, és ha megengedik, akkor főleg Tominál egy kis emléket is megosztani vele kapcsolatban. Régebben, amikor fiatalabbak voltunk, gyakran volt szokásunk együtt pingpongozni a fiúkkal, és emlékszek egy esetre, mikor egy este pont egy csapatba kerültünk, és megtapasztaltam Tominek egy olyan oldalát, ami szerintem más is tud és más is ismer, hogy nagyon jó csapatjátékos, nagyon jó barát, és nagyon jó és nagyon őszinte egy ember. És az volt az érdekesség, hogy ahányszor jó ütést csináltam, vagy jó szervát adtam, vagy akármiót tettem, akkor mindig bátorított, és azt mondta, hogy ez az Alfék, ezért bírlak. És úgy jól esett nekem az, hogy van egy ember, aki tényleg számít rám, mint csapattársa, mint ember, és bíztat, és bátorít. És hiszem azt, hogy ez a tulajdonságát Isten fel tudja használni, ez a tulajdonságot fel tudja Isten használni, mert sok olyan ember van, aki szeretne egy barátot, egy barátságos embert maga mellé, aki oda megy hozzá, oda megy és bátorítja, és mondhatom azt, hogy szerencsés az az ember, akinek jó barátja van, igazi barátja van, és de még szerencsésebb az ember, akinek igazi keresztény barátja van, aki igazi keresztény és igazi barát is, és bátorítalak arra, hogy menj oda olyan emberekhez, akikkel talán senki nem akar barátkozni, talán senki nem bátorít, és mondd el, hogy mondhatom úgy, hogy mit bírsz benne. Ez már nagyon hasznos lesz a házasságban főleg, hogyha gyakran hangoztatod majd a feleségednek, hogy mi az, amit szeretsz benne, miért tudod, amit értékelsz benne, és bátorítod ezáltal. De emberek felé is nagyon hasznos és nagyon szükséges az, hogy oda megy néha egy emberhez, amit látod, hogy el van csüggedve, és mondd meg egyszerűen, hogy ez az értékes dolog benned, vagy akármilyen bátorítással, mert nagyon hálás az ember érte. És sokszor nagyon sokat tehetsz, akár egy jó szóval, legyen így. A másik pedig Pál. Hát, fiatal korunktól kezdve, talán úgy mondhatom azt, hogy irigykedve is. Figyeltem meg azt, hogy nagyon intelligens fiú vagy. Nem riadsz vissza egy akármilyen beszélgetéstől, akár komolyabb beszélgetéstől, ahol jó érvekkel kell átámasztani a saját igazadat. És nem érsz meg egy olyan konfliktustól sem, ahol aztán tényleg szükséged van arra, hogy felhasználj minden beszédkészségedet és retorikai ismeretedet ahhoz, hogy elérd a célodat. Hadd mondjam azt, hogy a Bibliában is volt egy ilyen ember, egész véletlenül őt is Pálnak hívták, és Isten hatalmasan használta arra, hogy olyan embereket, akik úgymond, akiknek úgymond a bölcsesség volt a kenyerük és a filozófia, felhasználta Isten arra őt, hogy meggyőzze őket afelől, hogy mi is az igazság. És hiszem azt, hogy azzal az intelligenciával és azzal a tudással, ami neked van, Istennek azután még inkább te erre van. És most, hogy átadod neki az életed, bátorítok arra, hogy ezeket használd fel arra is, hogy ugyanezt a munkát végezd te is. Mert sok ember van olyan, aki tele van kérdésekkel, tele van szkepticizmussal, tele van olyan úgymond válaszfalakkal, amihez egy-két ember nem tud eltűnni, mert egyszerűen nem elég. Mert ők meg annyira meg vannak győződve. De ha neked megvan ez a tehetséged, hogy meggyőzz embereket is, érvekkel, észérvekkel is, és tudományos dolgokkal is előjöjj, és meggyőzz őket, akkor kívánom azt, hogy az Úr használjon ebben is, hogy a lelke átadjon egy bölcsességet, és ahogy az igéje, itt mellé ragaszt tudományt is. Kívánom, hogy áldja meg az Úr mindkettőtöket, és másik két keresztelendőt is, és
tartson meg az ő útján, tartson meg az ő szeretetében, az ő igéje mellett, és adjon nektek egy győzedelmes életet, és kívánom azt, hogy majd együtt örülhessünk veletek is, mindenkivel a Mennyországban is. Amen. Fennállva fogunk énekelni közösen, éneket, azt követően pedig az ige olvasás és énekelés. Az ének közben, ha sem bemerítkezett neked, kérem tudnám, hogy szépen eljutnak, jobban fogom érezni magam a szolgálatba a kis jobb. Szent és Istennek kedves áldozatul, mint az jogos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közületek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit értékét. Mert miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van. Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Mint hogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írás, magyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük. Akár szolgálat a szolgálatban, akár tanító a tanításban, akár intő az intésben, az adakozó szelítségben, az előjáró szolgálatossággal, a könyörülő kívánsággal mindenje. A szeretet képmutatás nélkül való legyen, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Atyai fiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tisztelet alásban egymást megelőzők legyetek. Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek. Az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak. A szentek szükségeire adakozók legyetek, a vendégszeretetet gyakoroljátok. Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok.
Örüljetek az ödülökkel, és sírjatok a sírokkal. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, ne kevékedjetek, hanem az alázatosokhoz szabjátok magatokat, ne legyetek bölcsek ti magatokban. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek, a tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyiben rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet a maharagnak, mert meg van írva. Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik az ellenséged, adj ennie, ha szomjózik, adj innia. Mert ha ezt műveled, eleven szemed ültesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Amen. Kérlek Istenem, nyisd meg előttünk drága ígédet, és értelmünkhöz és lelkiállapotunkhoz mérten szólj hozzánk, mert a mi lelkünk epeketik utána, ígéd örök igazsága után, és örömünkre van azt hallani, hogy meg tudsz változtatni minket. Hogy szentekké, alázatosokká tudsz formálni mindannyiunkat. Örök dicsőség nevedre érte. Amen. Amen. Tessék el tudom. Minden dicsőség a bármely az Úr Jézus Krisztusé, most és mindörökké. Amen. A mi utcánkban, ahol én felnevekedtem, sok gyermek volt, még az én gyermek volt, és örömömre van, hogy most is az az utca népes, és sok gyermek játszódik az utcán, ismerik egymást, és a családi göröket is. Hát én nagyon szegény családból származom, az Isten könyörült rajtam, én felnéztem a többi fiúkra, mert hát ők módosabbak voltak. Volt az egyiknek a apukája, akkor még nem volt a kommunizmus, nagyon ügyes kártyás ember volt, és éjszakákat kártyázott Zilahon, és mindig nyert annyit, hogy nem kellett, nem nagyon kellett mennem dolgozni, hanem a népes családját ebből fenntartott. Csak hogy az egyik fiú, aki korban közel volt hozzám, bement a szomszédba, bement ő máskor is a barátjaihoz, és a szemét vetette a házigazdának az ellenlámpájára, amely ott függött egy szeget. És nagyon zavarta a fiúcskát, és addig még egyszer csak sikerült leakasztani és eltűnni vele. Aztán otthon bement a szobába, nem volt még éppen este, de homályosodott, ott gyújtogatta, próbálgatta, és rá észrevette az apja, és oda ment a fiúhoz, és számon kérte, hogy honnan van a lámpa. Hát a hatalom is akart a fiú nyilatkozni, mikor ott az apja a szíján lefele, akkor megijedt nagyon a Ferike, és azt mondta, apukám, ne bánts! Évi, tudni kell! Na rám alatt a Ferikével, aztán mindig mondtuk az utcán neki, hát élni tudni kell. Igaz, így van. Banális kis történet. Lehet, hogy itt is elhangzott már a városban vagy munkahelyen, élni tudni kell, rossz értelemben. Mikor arra bátorodik fel az ember, hogy ahhoz nyúljon, ami nem az övé. Vagy bármely más tekintetben vétkezik, kísértésbe esik. Isten azért helyezte ezt az egész részt az én szívemre, mert éppen azt akarja megmutatni, hogy kell élni pünkösd után. Vannak emberek, akik sok pünkösd ünnepet ünnepeltek, de gyakorlatilag ünnepeltek ők, de még mindig pünkösd előtt vannak. Még nem érték meg koros létükre azt az időt, amikor igazán részesedjenek a Szentlélek ajándékában, és pünkösd utáni életet éljenek. Merő különbség van a kettő között. Lehet vallásos életed élni egy életen át, és még mindig pünkösd előtt lenni. És jó hír nevében lehet valaki, és eljön a halála órája, és úgy megy el, hogy az élete pünkösd előtt maradt.
és ez szomorú lenne bárkire is, ez így történne. Az idő rövidsége miatt hát én törekszem arra, hogy gyógozdálkodjam az idővel. Isten szent lelkére bízom azt, hogy vigye tovább bennem és bennetek azt, hogy megtendít egy-egy szóban, egy-egy mondatban, ami lehet, hogy nem is annyira összefüggéses, vagy nem is annyira kellemes valaki számára, de valakik számára mégis épületes és hasznossá válhat. Hogy kell élni pünköst után? Milyen kell legyen a viszonyunk Istennel, milyen kell legyen a viszonyunk a gyülekezettel, a világgal, a társadalommal, amelyben mi élünk. A pünkösd utáni kifejezés, a ti esetetekben pedig bemerítésetek utáni idő is, úgy is szabad rá gondolni, és másokban is. És komolyan át kell gondolni, hogy milyen a viszonyunk Istennel, mert mondom újra, merő más az életünk pünkösd előtt és pünkösd után. A tanítványok élete is teljesen megváltozott pünkösd után. Addig zárt ajtó mögött voltak, féltek. Átérték azt a stresszes állapotot, ami a megváltó elfogadásától kezdve egész a mennybe menetelik őket érte. És nehezen bírták feldolgozni mindazt, amit átéltek. De pünkösd után teljesen megváltozott minden. Az addigi fél szívű tanítványok kimennek bátran a nép közé, és elkezdenek Jézusról szólni, beszélni, prédikálni, elkezdenek dicsőséget adni Istennek. A mai nap egy ilyen alkalom pünköst van. Isten megadhatja mindenkinek közöttünk azt a kegyelmet, hogy beteljen a szívünk az ő lelkével, és egészen teljesen más emberé legyünk. Megváltozott emberek, akiket Isten lelke változtatott meg, és segít és támogat ebben. Mit mond az Úr igéje? Hogy viszonyuljon az az ember, aki pünkösd után van Istenhez? Az apostol így kéri. Kérlek azért titeket, Atyám fia, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda ti testeiteket, élő szent és Istennek kedves áldozatul mindenki okos tiszteleteteket. Pünkösd után, odaszánt élettel. A teljesen odaszánt élet. Biztos, hogy sok minden van, amivel találkoztam az életben. Ha nem történik másként, akkor meg is fogom örökíteni, úgyhogy megírom, miket értem át a pünkösd utáni életidőmben. Amit elmondtak itt a testvéreim, egy parányi része. Biztos, hogy sok alkalom kötődik Margitához, és most is elmondom, hogy ahhoz, hogy valaki lelki életben valamit elérjen, ahhoz oda kell szánnia magát az Istennek. Ma már a társadalomban is, ha valaki akar jutni valamire anyagilag, hát az be kell vessen mindent. Oda kell szánnia magát igazán. Pénzét, erejét, tudását, ismeretségi körét, szaktudását, mindent be kell vessen ahhoz, hogy valamit elérjen. Ezt így kezdtem a kezdet kezdetén. Azt kérdezték tőlem egy igehirdetés után Palota vidékén az egyik népes gyülekezetben. Egy olyan ember, akinek abban az időben is nagy tehetsége volt és szaktudása. Köszöntem el, és mentem kifele. Utánam lépett, azt mondta, hogy Báni testvér, mit gondol, körülbelül meddig fogja bírni, hogyha ilyen tempóval viszi az egészet, ahogy most megy. Mondom, hogy én ezen sokat nem gondolkoztam, bár eszembe már jutott többször.
szerintem, ha most kell válaszoljak rá, maxim 5 évet, amiről akkor az csoda lesz. Hát jó, akkor vegye le a testvér a akcellerátort is. Nem annyira. Jó szándék volt, de úgy éreztem, hogy nem biztos az 5 év se, attól függetlenül, hogy történhet velem valami, vagy éppen az Úr Jézus jön el előbb, mielőtt bármi is történne. Meghívtam Margitának háladó napra, boldog este volt a pásztor, én voltam vendég, és hát ma reggel azt mondta a feleségem, hogy ne vállalj csak 2 szolgálatot, mama, elég, mert nem bírod. Mondom, jó, de biztos fognak hívni más gyülekezetbe is, most ne fogadom, jó? Mondom, jó, meg is tettem, elutasítottam a felszólítást. Akkor azonban 3 igehirdetésre került sor, és a vonattal jöttem, nem volt nekem akkor járművem, és jól ki voltam fáradva, és az egyik kedves testvérem innen, akinek vendége voltam, levitt engem a vonatállomásra, 9 óra körül volt a vonat, ami vitt volna engemet Szilágyság fele, és haraplámba szálltam volna a vonatról át a Sámsoni buszra, ami Zilarról jön, ez volt a terv. Igencsak, az történt, hogy a vonatállomáson egy 20 perce az indulás előtt ott voltam, megvettem a jegyet, és láttam az egyik pad szélén üres helyet, de tele volt zsontak, gyermekek, fiatalok, mindenki utaztak, akkor jobban utaztak, többet utaztak az emberek, mint ma. És leültem a pad szélére, és ki gondolta volna, hogy pillanatok alatt a fáradtság miatt elalszom, és az bejött, elaludtam. Szóval megérkezett a vonat, mindenki kiment nagy rogaljal, én akkor is jó ízen aludtam a pad szélén, ülvén persze. És arra lettem figyelmes, hogy nagy csend van körülöttem. Kinyitom a szemem, látom, hogy jön az Impegát fütyörészve a táblájával, és a vonatban csak a stoplámpája látszott, ilyen, mint kijövök az Impegától kérdem, hogy elment a vonat, el, azt mondja, az már elment. Megértettem, mikor lesz még vonat, csak reggel. Hát a vendéglátó testvére nagyon kért szépen, hogy maradjak reggelig. Tehát nem fogadtam el, és most is, amikor ez bebizonyosodott, a peronon álltam, és úgy éreztem, hogy kiszáll a szellemi részen, a testem már szembeáll, és azt mondja, Bandi, aludtál? Mondom, igen. Jól aludtál? Jó. Na, ma él haza egy gyalog, nincs, megértetted? Meg. Mentem a kis táskám, kijöttem gyalogs, ez. Annyira oda volt számba az életem, azt mondtam, hogy ha én ilyen vagyok, akkor menni kell gyalog hazáig ma éjszaka. Képzeljétek el az egészet. Elindultam, és elmentem, és elhagytam Terebest, következett Ábrám, este 10 óra volt már. Jöttek a járművek, és semmi világító eszköz a kezemben nem volt, hát halálosan veszélyes volt. Vakították meg egymásnak a gépkocsi vezetők. Ezért lehúztam én, és gyalog az aszfalt szélén, éppen inkább a fülesebb részén mentem. Mindig figyelmes voltam, hogy jött az autó lámpája, hogy ha közel van a fény, akkor azt jelenti, hogy nem ismer, vagyis nem vett észre a gépkocsi vezető. Akkor mindig félét húzottam, nagyon szakolátva haladás volt. Egyszer csak hallom, hogy jön közel hozzám egy nagy kocsi, nézem egy nagy térkocsi, áthol a gépkocsi vezető, és kinyitja az ajtóját a kabinjának, és kérdezi, hogy hova megyek. Gondolom, milyen kérdés. Mondom, Sámsonban. Ő éppen Szilágyságban volt. Mondja, hogy Skóciából, igen, talán úgy emlékszem, Skóciából jön, és a rakománya a Zilarra kell érkezzen, és ő olyan fáradt, de ő meg kell érkezzen Zilarra most, de ezen az estén. És hát ha maga Sámsonba utazik, ameddig teheti, jöjjön, üljön fel mellém, mert én olyan fáradt és álmos vagyok, hogy tartson beszéddel, hogy nagy valami történjen. Ránézek, és mondom, figyelj, de nem ülök az autójára, meg vagyok büntetve. Meg büntetve? Igen, mondom, komolyan mondom, meg nem értette a dolgot az életet. Sajnálom, de nekem gyalog kell menni.
maga jönni fog, azon, ha utolér engem gyalogol, amíg kanyarodás az én járművel belemegy, ott lesz a sánszba, jól fogja érezni magát? Isten, őrizze, mondom. Na, akkor üljön fel, a büntetés tolja el mások. Éreztem, hogy az emberről Isten beszél. Úgy jártam akkor, mint Ábrahám járt a fiával, akit fel kellett vinni, megáldozni. Isten csak addig kérte ezt tőle, amit meglátta Ábrahámnak odaszállását. Mikor látta, hogy kész felvinni a fiút, kész megkötni őt, és kész feltenni az oltárra, és felemelni a kezét a késsel a saját gyermekére, akkor belekiáltott az Isten. Elég! Ne nyújtsd ki a kezed a gyermekre! Most már látom! Elértem, képzeljétek, haladlámba az éjféli buszt. Minden úgy bejött, ahogy én csak álmodtam és dadogok most is, mikor róla beszélek. Az odaszánt életet az Isten már ezen a földön gazdagon jutalmazza. Kérlek, ne világnak szálljátok oda magatokat, hanem az Istennek. Ne szabjátok oda magatokat e világnak, e világhoz. Változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó és kedves és tökéletes akarata. A pünkösd után élő ember tehát odaszánja életét Istennek. Elváltozik elmének, gondolatának megújulásával, megváltozik teljes mértékben. Keresik, kutatja, mi az ő Urának, Istenének kedves. És törekszik arra úton útfélem, hogy örömet szerezzen Istennek. A pünkös utáni élet ilyet. Örül az ember annak, hogy valamit az ő Ura mestere dicsőségére, tiszteletére tehet. Erre törekedjetek ti is. Az, ami jó és kedves az Isten előtt. Aztán arról következik, hogy beszéljen az apostol a levelében, hogy kell viszonyulni a gyülekezethez, a környezetünkhöz. Erről a harmadik verstől legalább a 17. versig lehet menni és meg lehet nézni, mennyire fontos, hogy észrevegyék a környezetünk azt, hogy mi pünkösd után vagyunk. Isten lelkének részesei. Bennünket Isten lelke vezérel. Tudja meg ezt a környezet. Tudja meg ezt a gyülekezet. Tudja meg ezt, ha kell, mindenki, ahol élünk. De a gyülekezet nagyon fontos. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mondok, ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. A lelki életet, a derék, becsületes, de alázatos hívő életet megkísértheti a bölcselkedés. Nagyon sok kárt tett már sok hívő, drága hívő ember életébe, amikor az ember megengedi magának, hogy egy kicsit fölülmúljon másokon, és bölcselkedjen, okoskodjon. Vigyázzon, csak azt vállaljuk, ami egyenlő a hitünkkel. A hitnek mértékével. Ne tegyünk többet, ne mondjunk többet, ne akarjunk mutatni többet. Vigyázzunk, mert amikor nem tudnak minket gyalázatba keverni, akkor abba segít az ördög, hogy elhiggyük magunkat. Abba segít az ördög, hogy másabbnak tüntessük fel magunkat, annál, mint akik vagyunk. Amelyre külön az apostol Pál vigyázott, hogy nehogy különnek tüntesse fel magát annál, mint aki ő úgy, ahogy volt igazából. Aztán egy testnek vagyunk a tagjai, ez a gyülekezet. Sokan vagyunk tagok, minden tagnak pedig nem ugyanazon az a cselekedete. Kinek-kinek más feladata van. Drága testvéreim, és ti nektek külön mondom,
nem a csúcsra érkeztetek a megtéréssel és a bemerítkezéssel. A csúcs az lesz, amikor az Úrhoz érkezünk. Addig itt ezen a Földön szolgalommal kell végezni azt a munkát, amit Isten rátok bízott. Megint megállok, egy kis kitérőt teszek, ugyan Margitán történt az is velem, hogy megkértem a testvéreket, hogy két év leforgása alatt írja le mindenki, minden gyülekezeti tag, hogy milyen karizmája van megtért hívőként, milyen lelki ajándéka van. Emlékszem, hogy úgy megijedtek a testvérek, fiatal, friss pásztor volt a nyelvkét kezdő. És tényleg mondtam komolyan, és felolvastam innen is a római levélből, mert itt is, amit most olvastam, azt mondja, hogy minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak, a népünk adott kegyelem szerint, akár írás, magyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük. Írás, magyarázás az eredeti szöveg szerint azt jelenti, hogy profétálás. Akár szolgálat a szolgálatban, akár tanító a tanításban, akár intő az intésben, figyeljétek meg, hogy az intés is lelki ajándék. Az alapozó a szerítségben, az előjáró szolgálatossággal, a körülő vidámsággal, mivelje. Kutatom, mert igyekszem, nem tudok jól gazdálkodni az idővel, tudom magamról, és senkit nem akarok elfárasztani. Kértem, hogy írják le, és hát leírták a testvérek, testvérnek. Két hét után összeszedtem a papírokat egy-egy szegre, nem kértem nevet írjanak rá, tehát szabadon írhatta mindenki, amit úgy érezt, hogy Istentől kapott. Úgy megeledelődött a közösség, mert aztán én csoportokra osztottam, és az íróasztalon, nem tudom, 5 vagy 6 csoport volt, és a hasonló karizma, a hasonló lelki ajándékokat összecsoportosítottam, például diakónia, vagy ifjúsági munka, vagy vasárnapiskola, vagy misszió, ezeket mind külön-külön tettem, és akik írták, azoktól kértem, hogy maradjanak vissza, akik ezt írták. Akkor a csoporttal megbeszéltük, és hát megpesdült a gyülekezet. Én úgy örültem neki, mert hát azt is mondtam én akkor, hogy nem az a nagy valami, mikor egy lelki pásztor mindent végez a gyülekezetben. Ordonál, énekel, bizonyságot tesz, prédikál, gyermekekkel foglalkozik, ifjúsággal, na csak végettes. Nem, az végzi jól a szolgálatát, amit meg tudja mozgatni a gyülekezetet, hogy mind azok, akik karizmával bírnak. Hát akkor egy kis időre adtad Isten ezt a kegyelmet nekem, hogy én leültem például a missziósokkal. És ha emlékeznek rá, egy táblára leültük a körzet kisállomásait, és egy napi bőt után kértem, hogy válasszon ki mindenki magának egy helyiséget, amelyeket gondolja, hogy az Isten a szívére helyezte. Soha még én elnök felekem, úgy felfestült a lelkem. Mentem a kórházba látogatni, kérdeztem, volt akik valaki? Igen, itt volt egy csoport asszony. Itt olyan szépen énekeltek, olvastak a Bibliából, könnyeztem. Mindenütt megelőztek engem. Gyönyörű volt, szép volt. De miért? Azért, mert egy kicsit engedtünk annak, hogy az a karizma, az az ajándék, amit Isten adott, azt végezzük el. Nem látjátok, hogy én beszélek, és miközben hozzám a kezemnek az, hogy gesztikulál, amikor én beszélek. A szemem a rebbenése, a szívem dobbanása, hát több milliárd izom bennem mozog, pedig csak a szám beszél. Az a közösség, bármilyen néven nevezendő közösség, amik lebénul a gyülekezetben, még eljön oda, ott van, de lebénul. Nem szól, nem énekel, nem imádkozik, nem tesz bizonságot, nem az egész. Az egy idő után úgy lesz, hogy megfájdul a fogunk, azt egy idő után kihúzatjuk, ugye? Megszabadulunk tőle. Megfájdul a mandulán, kivéhetjük, megszabadulunk tőle. Egyben is lesz. Mi is lesz ennek a végez? Majd kiveszünk a szívünket és megszabadulunk tőle, nem tudom, hogy lehet-e. Kedves testvéreim! Mindenkinek van feladata, aki ennek a gyülekezetnek tagja, aki valaha átment megtérésen, újjászületésen, aki úgy érzi, hogy bűnös után van, bár nem nagy lelkéletű, de bűnös után van, keresse meg valami után azt, hogy mi az én feladatom. És a megosztott teher fél teher lesz.
A megosztott öröm pedig dupla öröm lesz. Igazán átéled azt, amit itt olvastam, és olyan jó ízű volt, mint az életemben most olvastam volna először. Örüljetek az örülőkkel, mondjuk ennyitől. Sírjatok a sírókkal. Igazán tudjátok tenni? Tudjátok ti, mit érez egy síró asszony, aki gyermekét síratja, mert zűlik és melyen a világba, és te féloldalról, félváról nézed őt, és hát igen, már hozzá gondol sok mindent lenézőleg, vagy pedig hozzá mellé ülsz nő létedre, vagy férfi mellé is, és megosztod vele örömét és bánatát. Rád fog nézni, és nem fog kitörlődni a lelkéből soha, hogy az az ember akkor, amikor én olyan nagy bánatba, olyan nagy bajba voltam, megértett engem, tudott velem sírni. Ez csak pünköst utáni ember tudja tenni. Aki előtte van, az nem tudja. Az vallásosságot tud, az ítélkezni tud, az Bibliát ismer, az szolgál, ha kell. De egyet érezni azzal, aki bajban van, nem tud. Vagy éppen azzal sem, akinek öröme van. Hogy viszonyuljunk egymáshoz? Le van itt írva sorra, atyafiúi szeretettel, egymás iránt gyöngédek, a tisztelet adásban egymást megelőzők legyetek. Viszonyunk a gyülekezettel, egymással. Igen. Egymás iránt gyöngédek. Tisztelet adásban megelőzzük egymást. Az igyekezetben nem leszünk restek. De milyen kifejezés ez vajon? Mit akar itt az apostol mondani, hogy igyekezetben restek? Hát egyáltalán talál ez egymás mellé ez a két szó. Hát azt mondta el ezt Börzsön annak idején, hogy korabeli emberek, akkor még nem volt merci, akkor még csak lovak voltak. És azt mondta, hogy mikor a korabeli, az ő korában élő emberek nyereség után nyargaltak, akkor a leggyorsabb paripát választották, annak ültek a hátára. Mikor a lelkükről volt szó, akkor a csiga hátára ültek. Ráérnek. Az későbbi kérdés. Szomorú. Ez a mai korban, időben is érezhető, az igyekezetben, ha a lelkünk üdvéről van szó, nincs semmi annál fontosabb, mint hogy a lelkünk meg legyen mentve. Ezt gyorsan kell cselekedni. Ott igyekezni, ott futni kell. Rosszul lett egy bácsi, és a szomszédjának volt kiskocsija is. Beküldte gyorsan az egyik gyermekét, hogy menjen is. Mondja meg a szomszédnak, hogy gyorsan jöjjön, mert az életemről van szó. Jött a szomszéd, éjfélkor volt az idő, és pillanatok alatt betették a bácsit az autóba, és többször mondta az úton a gépkocsi vezetőnek a beteg, gyorsan, ahogy csak bírsz, mert az életemről van szó. Igen. Mikor az életünk, a testünkről van szó, mi múlandó. De a lelkünk örök, annak érdekében, nem csak igyekezni, hanem rohanni kell. A mester, a megváltó ezt jól tudta, és azért is mondta, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Kevés idő van még, nagyon rövid idő van még, és oda veszhet minden, vagy mindent megnyerhetsz. Attól függően, hogy hogy viszonyulsz Istenhez, az Úrhoz. Lélekben buzgók legyetek. Az Úrnak szolgáljatok, kedves margitai testvéreim, akkor örvendek, ha jót hallok rólatok. Az nem sokat jelent, hogy én innen elköltöztem, annak meg kellett történnie, mert ki volt szabva nekem az idő, az életem ideje is ki van szabva. És meg vagyok győződve arról, hogy Isten küldött és Isten parancsa volt a továbbmenésem, de biztos vagyok abban, hogy az Úrnak szolgálnotok kell, akár ki leszik lelkipásztor. Ő helyettetek nem fog szolgálni. Mindenki a maga helyén kell megtegye azt, amit az Úr
tőle vár el. Lélekben buzgók legyetek. Én járom az országot most is, nagyon sokfele missziózok, sokfele hívnak. Mélyen fájlalom, hogy a 60-as évek ébredése után ma egy igen nagy közömbösség kezd úrrá lenni az embereken. A gyülekezetek, a közösségek lélekben inkább szunnyadoznak, mint hogy buzognának. Hát ti mindig kivételek voltatok az én szememben, most is azok vagytok, de szeretném is, hogy azok legyetek, akik buzgolkodtok az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok, a mi munkánk nem hiába való az Úrban, a reménységben örvendező. Vártam Tóth testvértől, ahogy mondja, hogy azt is kimondja, amit én gondolok. Nagyon sokszor mondtam már szolgálattevőknek, a körzetembernek, itt is, meg személyeknek is, hogy drága testvérem, egy hívő ember mindig reményteljes kell legyen. A legbutább, bocsánat kifejezését, paraszt ember vagy paraszt asszony se teszi meg, hogy megyen palantolni most, mert még május van, csak palantolások ideje van. Aztán látod, hogy szurkálja le, és mindegyik még mondja, ebből se lesz semmi, abból se lesz semmi, abból se lesz semmi. Ha kaptok ilyen viharba, akkor hívjatok, hogy csodáljon meg, mert ilyen nincs. De miért van ilyen, hogy százával mennek fel szolgálni, prédikálni, meg bizonyságot tenni, meg egyéb szolgálatokat elmondani, hasonló lelkülettel. Ez a mi városunk, ez úgy tönkred van. A mi gyülekezetünkben is szeretet. Amis akkor mondjátok, hogy pontosan, amit az előbb van. Csinálom én, de nem lesz bőle semmi. Elmondom én, úgy sem bőle semmi. A reménységben örvendezők. A reménységben örvendezők. Elmegyek még egyszer. Írta egy román testvér a könyvébe, hogy egy munkatársáért nagyon odáig volt az egyik hívő ember. Nagyon sokat hívta, és följegyezte a naplójába a hívő ember, hogy hányszor ment el meglátogatni, megbeszélni. Amikor már 20-nál tartott, akkor azt mondta neki a volt munkatársa, figyelj ide, mi munkatársak és barátok vagyunk. Én nekem megvan a vallásom, meg a meggyőződésem. Ez a kommunizmus ideje alatt történt persze. És kérlek többet engem ne zaklass. Ha ilyen céllal jöttél, nyitom ki az ajtót és hasonlít kifele. És ez megtörtént 20-szor. Még megtette 4-szer. És akkor hazament, és letértett a hívőmmel, és azt mondta, uram, te tudod, hogy én jó reménységgel tettem minden lépést a barátom felé. Úgy érzem, hogy nem kell többet mennem. Ne küld, mert nem megyek. Nem mondta az úr, hogy nem küldelek, hanem a bácsit, akihez küldte, addig egy nagy baleset érte. Akkor a baleset, hogy egyenesen Kolozsvárra kellett vinni. És 25-ször kellett elmennie, ezúttal nem a szomszédba, hanem Kolozsvárra. És ahogy ki volt a kórházi ágyon nyújtva tehetetlenül, csak a szemével látta meg, hogy ilyen a barátja. Megtelt a szeme a betegnek könnyel, és azt mondta, Amstjút kevédeni. Tudtam, hogy te jönni fogsz. Hogy más akárki eljönne, az kérdés előttem. De hogy te el fogsz jönni, én tudtam. Akkor megalázkodott a hívő ember az óra előtt, és azt mondta, óra, bétkeztem, mikor azt mondtam, hogy 24 elég. A 25. kellett, úgy mondta a beteg is, úgy mondtad te is, neked van igazad. Jó reménységgel tedd a 100. és a 101. is, mert pünkösd után vagyunk. A lélek buzdítására tesszük, amit teszünk. Mi nem vagdosunk a levegőbe. Ez az óra nem jó jár. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, ne kevékedjetek, ez, és az alázatosokat szabjátok magatokat.
Ne legyetek bölcsek ti magatokban, senkinek gonoszét gonosszal ne fizessetek. Itt már a társadalmi viszonyunkról van szó. Hagyom, hogy Isten szent lelke vigye végezt bennetek, és engedelmeskedjetek Istennek mindenben, és meg lesztek áldva. Csodákat fogtok átélni, ha tudtok engedelmesek lenni Istennek, és az Úr lelkét nem arra használjátok, hogy őt tegyétek munkához, hanem az Úr lelke engem és titeket tegyen munkához, és azt vállaljuk jó reménységgel és örömmel mindannyian. Dicsőítessék és áldassék az Úr neve mindörökké azért, mert van bűnköst, van ok és van értelme annak, hogy a hívő ember szolgálja Urát, Mesterét, szeresse a közösséget és a társadalmat, amiben él, ne gyűlölködjön, ne haragudjon, érezzen egyet minden szenvedővel, minden örömmel, minden örömet ért emberrel, és nem lesz hiába való az életetek, a munkátok. Örök dicsőség Istennek érte. Amen. Amen. Jézus szívem megbocsát, védelőröm nyilván, ha megvallod őnnel őttek őszintén és igazán, hiszen értek szemmeted, nagyon-nagyon szereted, szánja kéri szegény bűnös életed. Jézus se lát, olyan régen már, záró ima lesz, ezt fennállal tesszük. Záró imára megkérem Ferenci Pétert.
Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott és formált minket az ő népe, juhai vagyunk. Menjetek meg a új háladással, tolmácsaiba, dicséretekkel, áldjátok az ő szent nevét. Mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való a hűsége. Jézus, magasztalom neve,
őriznek őket.